Kismarcali város önkormányzatának 2024. szeptember 12-i soros ülését megnyitom, megállapítom a testület határozat képes. Kettő napirendi pontot tárgyalnánk, mind a kettőt kiküldtük. Van-e más napirendi pontra javaslat? Ki elfogadja, kérem, kész fenntartásra szavaz. Az első napirend az elmúlt 5 év ciklusprogramja, gazdasági terve. 2020. január 23-án fogadta el a képviselőtestület azt a programot, amelyet igyekeztünk végrehajtani. Azt gondolom, hogy döntő többségében sikeresen. Ebben óriási szerepe volt a városi önkormányzat apparátusának, azoknak, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a város működőképes legyen. Nagy szerepe volt benne a képviselőtestületnek, amely mindig határozatképesen megjelent, és amelyet soha nem jellemzett a politikai blokkosodás, hanem mindig a városért kívánt dolgozni, a bizottsági előkészítésekkel együtt döntései szinte 100%-ba egyhangúan hozta meg. Ugyanígy elismerés illeti az intézményeket, a KFT-ket, akik szintén azért dolgoztak, hogy Marcali polgárai a lehető legjobb szolgáltatásba részesedjenek. Ezek együtt hozhatták azt, hogy ez a város működőképes. Igazán ebbe a 4,5 évnek, ha így nézzük a politikai hátterében, talán csak egy diszonáns időszak van, ez a legutóbbi választást megelőző időszak, amikor páran, akik igazán nem voltak részesei ennek a munkának, nem tartoznak abba a körbe, akikről az előbb beszéltem, mégis úgy gondolták, hogy hazugságokkal, ide nem illő dolgokkal támadják az önkormányzatot, annak vezetését, olyanokat állítva, amelyek nem felelnek meg az igazságnak, és hamis álnevek mögé bújva propagandát folytattak a város ellen. Azt gondolom, nekik magukba kellene szállni, ha bármilyen módon a jövőbe, a város közéletébe részt kívánnak venni. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mert ez része volt az elmúlt időszaknak, és az a kevés része, amelyre nem szívesen emlékezünk. Amikor elfogadtuk ezt a programot, akkor úgy gondoltuk, hogy egy nagyon egyszerű időszak előtt állunk. Azonban ez nem így történt. Először nem sokkal a program elfogadása után megjelent a COVID. Egyik napról a másikra, nyugodtan mondhatjuk, felkészületlenül érte Európát, felkészületlenül érte benne Magyarországot is. Az első időszakban szinte teljesen magunkra voltunk hagyatva, információhoz alig jutottunk, egyáltalán nem tudtuk felmérni, hogy mekkora veszéllyel állunk szembe. Saját forrásból teszteltünk, védőoltásokkal próbálkoztunk, mindennel, ami lehetőség volt, aztán szép lassan Európa felébredt, és megkezdődött egy közös védekezés. Ebben az időszakban a polgármester gyakorolta a képviselőtestület valamennyi hatáskörét, gyakorlatilag a belső vezetői körre támaszkodva a hivatal dolgozóival együtt láttuk el azt a feladatot, amit a testületnek is kellett volna, de minden egyes döntés előtt az illetékes bizottság mindenről tájékoztatást kapott, a döntés követően pedig a képviselőtestület minden tagja tisztában volt azzal, hogy milyen döntéseket hoztunk. Éppen kiláboltunk ebből az időszakból, amikor az orosz-ukrán háború újabb próbatételé állított bennünket, legalábbis olyan formába, hogy az energiahordozók ára úgy elszabadult, ami magyar önkormányzatok döntő többségének működő képességét megkérdőjelezte. Mindenki emlékszik talán rá, hogy nagyon sok településen korlátozták a közvilágítást, olyan intézményeket, amelyek nem feltétlenül kötődnek az alapellátáshoz, mondjuk mint a múzeum, azt bezárták,
vagy bezárták a strandokat. Nálunk ez nem történt meg. Tehát a városba, ha csökkentett nyitvatartási idővel is, de minden működött, működött a bölcsöde, működött az óvodába legalább egy csoport vagy kettő, és működött minden más intézményünk, még a strand is. Ez természetesen egyrészt azért történhetett, mert az ott dolgozók partnerek voltak ebben, másrészt pedig azért, mert a kormány idővel észlelve ezt a problémát, létrehozott egy kormánybiztosi hivatalt a Balla képviselő úr vezetésével, akik számára egy intézkedési tervet kellett készítenünk, ezt Balázssal együtt készítettük, és ezt utána a miniszterelnökségen szóba is meg kellett védeni, be kellett mutatni. Ennek eredményeként, amit abszolút jóra, kiválóra értékeltek, 150 millió forint támogatást kapott a város soron kívül, valamint ugyanilyen sikerrel tárgyaltunk. A strand üzemeltetésére. Ez a kettő gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy működőképesek maradjanak az intézményeink, illetőleg a saját pénzeinket is ugye ide forgattuk be. Itt azért kell erről külön szólni, hogy ez egy kormánytámogatás volt, mert néha elhangzik velünk szembe olyan vád, hogy a marcali városi önkormányzat az csak a hibákat keresi, és nem szereti a kormányt. Ez nem igaz. Ezt olyan emberek mondják, akik nincsenek tisztában a valósággal. Nekünk nem is lehet bajunk egy kormánnyal, a kormány az egy végrehajtó szervezet. Nekünk bajunk azokkal van, akik hibás döntéseket készítenek elő, rossz törvényeket hoznak, olyan törvényeket hoznak, amelyek önkormányzat ellenesek. És sajnos ilyenek voltak, akár tegnap előtt is egy, ami azt mondja, hogy a saját cégeink felé eladósodnánk, akkor ott óriási probléma lenne ennek a finanszírozása, magyarul nem engedni. Nekünk ilyen gondunk nincs ma, de volt. Tehát emlékeznek talán még a marcaliak, hogy volt, amikor nem kellett szemétszállítási díjat fizetni, hanem a város fizette azt, akkor hol a Rumpolt fele, utána a Zauber felé. És akkor bizony volt adósságunk többször is ezek felé, a cégek felé, mert utólag tudtuk lefinanszírozni, amikor bejött az adó, akkor tudtuk kifizetni. Közben nem tudtuk fizetni, tehát a saját cégünk belső hitelezett bennünket. Az intézkedések általában úgy születnek ezek, hogy az, ha Budapestnek rossz, akkor megcsináljuk. Szerencsére bennünket ez most igazából nem érint. Tehát sosem a kormányt kritizáljuk, hanem a rossz döntéseket kritizáljuk. Továbbra is kritizálni fogom a kórház államosítását. Ha valaki emlékszik arra, hogy 2012-ben milyen kórháza volt Marcalinak, meg milyen van ma, akkor pontosan látja a különbséget. És ha nem ennyire áldozatkész emberek dolgoznának ott, akiknek itt is elismerésemet fejezem ki, akkor még rosszabb lenne. És ugyanezt tudom mondani az oktatásról. Az alapfokú oktatást nem lett volna szabad elvenni az önkormányzatoktól, azoknak igenis helyben van a helye, a középiskolának meg nagy valószínű a megyénél, legalább lenne valami konkrét dolga is. Tehát senki nem mondja nekem azt, hogy létrehozott tankerületi központok innen 100 kilométerre, azok jobban tudják, hogy mi kell helybe, mint mi magunk. Ezeket mindig el fogjuk mondani, és ez nem támadás, ez jobbító szándék. Azért van, hogy figyeljenek oda, és ha sokan mondjuk, és ma már mind többen mondjuk, főleg az alapfokú oktatást, akkor talán egyszer belátják, hogy néha ők is kévedhetnek. Tehát nagyon fontos volt ebbe az időszakban a működésbiztosítása, segítettük a kórház működését azzal, hogy lakásokat adtunk, segítettük az iskolák működését abban, hogy nem lett volna kötelezettségünk, de a felújításokban részt vettünk mindenhol, a szakképzőnél nagyon jól látszik, a Mixátnál látszik, mindenhol látszik. Tehát valamilyen módon ezeket mindig segítettük. A saját intézményeink pedig működtek. Működött a bölcsöde, működött az óvoda, működött minden olyan intézmény, amely lakossági szolgáltatást lát el. Ebben az előterjesztésben, ami készült, részletesen írok minden egyes intézményről, és minden egyes intézményről elismerően írok. Arról írok, hogy a bölcsödét bővíteni tudtuk,
és minden gyermek számára biztosítani tudjuk az ellátást. Arról írok, hogy az óvodáink ellátták a feladataikat, már csak egyetlen egy óvodának a felújítása van vissza a Táncsicsé. Mindig partnerek voltunk az óvónők azon kérésébe, hogy milyen specializációt akarnak abba az óvodába, és ezt támogattuk, és látszik, hogy különféle irányba mozdultak el, ezzel is színesítve a lehetőségeket. Ugyanígy igaz ez a szociális ellátás területére, amely amellett, hogy a városba szolgáltat, és csak legegyszerűbb talán mondanom a házi segítségnyújtást, ami egy borzasztó, nehéz feladat, emellett ellát nagyon sok feladatot a környező települések számára, azzal, hogy azt, amit ők nem képesek megoldani, azt megoldjuk helyettük. És általában is azt mondható, hogy a falvakkal az együttműködésünk az tökéletes, és nem egymás ellen vagyunk, hanem egymás mellett vagyunk. Ugyanígy elmondható a könyvtárról, azzal együtt, hogy költöznie kellett, igazán ugyanúgy működik, és tudja vonzani mindenhonnan azok az olvasni vágyókat, akár a napilapok, akár a könyvek tekintetébe. A Gameszról ugye külön szólni kell, hiszen jelentősen megnőtt a feladata azzal, hogy zöldebb lett a város. Tehát még szebb lett, virágosabb lett, ami az ő számára többletmunkát jelent, nekünk meg azt az élményt, hogy láthatjuk, hogy milyen szép rendezett. És ugye mindenki tudja, hogy épp azon dolgozunk, hogy még nagyobb legyen ez a terület, még több legyen a munkája, hiszen a kelet-nyugat irányba kivődjük a városközpontot, ez azzal fog járni. A múzeum az egy önkélt vállalt feladat. Tehát nagyon kevés ilyen kisváros tart fenn önálló múzeumot, és főleg nem olyat, amelyiknek már kisugárzó hatása van a környező településekre. Sőt, ha azt nézzük, hogy a Veszprém Európa Kulturális Központja programhoz csatlakozva akár a kulturális intézményeink, akár a múzeum nagyon-nagyon aktívan részt vett ebbe a programba, és nagyon sok helyen tudta megmutatni magát. A kulturális intézményünk és az uszoda tekintetében nagy változás történt, gyakorlatilag összevontuk őket egy KFTV-t. Ma már nyugodtan kimondhatjuk, hogy jó döntés volt. Akkor sokan fanyalogtak tőle, sokan úgy gondolták, hogy ez egy tévedés. Ma látjuk abba is, hogy ugyanazok az emberek megjelennek a másik intézménybe is, tehát segíteni tudják egymás munkáját, sokkal jobb a leterhelés, színesebbek lettek a programok, és a strand folyamatosan működik, és folyamatosan bővülni fog. És hogyha itt áttérhetünk nyugodtan a fejlesztések irányába, ami... Ja, azt fogalmaztuk meg, hogy 2020-ban, hogy be fogunk fejezni minden olyan programot, amit elkezdtünk. Ezt mindent befejeztünk, sőt, igazán kicsit még annál többet is, mert ugye a programok végén mindig van, hogy marad egy kis maradvány pénz, és lehet még pályázni. Például a Bernát háznál ezért indulhatott meg akkor az a felújítási folyamat, ami aztán LKF pénzekből és más pénzekből vált teljessé, és már nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ bármelyik nagyvárosába be lehet mutatni ezt a kiállító helyet, tehát ez olyan színvonalon mutatja be Bernát életművét. Ugyanakkor azt is mondtuk, hogy ebbe a ciklusba is nekünk kell a legjobbaknak lenni, a legtöbbet kell nyerni, és ehhez nagyon sok munkát kell elvégezni. Továbbra is azt tartottuk, hogy magunk készítjük a pályázatainkat, magunk csináljuk meg az összes pályázatot, az összes engedélykérelmet, annak a pénzügyi végrehajtását, a közbeszerzését, a műszaki ellenőrzését, mindent. Nyugodtan mondhatom, hogy ebbe a ciklusba legalább 100 millió forint az, amit ezzel megtakarítottunk. A megtakarító szó nem jó, mert ezt rá tudtuk így költeni a beruházásokra. Tehát ennyivel jobbak, gazdaságosabbak lehettek a beruházásaink, hogy nem külső okos cégeknek nagy szakértőknek fizettük el, hanem saját magunk csináltuk. És mindaz, amit kitűztünk a magunk számára, az igazából meg is tudott valósulni, és most is bízunk abba, és az íróasztal fiókokban vannak azok a pályázatok, amiket reméljük, majd a ciklus végén megint be lehet nyújtani, úgy, mint a
a Délipari Parknak egy fejlesztése, vagy a Táncsics utcába a kastély környékének a rendbetétel, ez kettő olyan, ami kész van, csak azt várjuk, hogy újra írják ki, hogy az uniós pénzek jelenjenek meg. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a pályázati munka sikeres volt, és már látszik minden az eredménye. Azt is a szemünkre hányják sokan, hogy miért nem készülnek el gyorsabban. Azért nem készülnek el gyorsabban, mert először meg kell nyerni, először meg kell írni, aztán meg kell nyerni, az legalább egy év. Ezt követően mindenféle engedélyt kell beszerezni, közbeszerzést kell lefolytatni, és mindent átláthatóan kell csinálni. Nálunk nem volt még olyan, hogy bárki megtámadta volna azért, mert kételjei támadtak arról, hogy a képviselőtestület vagy az illetékes bizottság olyan döntést hozott, amit meg lehetne kérdőjelezni. Mert szakemberek végzik, igaz, hogy nem kapkodva, de az előkészítés legalább olyan fontos, mint a végrehajtás. És ez bizony néha azzal jár, hogy lassabb, és amellett sem szabad elmenni, hogy kevés a munka. És ezért a vállalkozások folyamatosan figyelik, hogy milyen beruházások vannak, és sokszor annyi kérdést tesznek fel, hogy mivel tudnák már előre kizárni a konkurenciát, ami szintén lelassítja ezt a folyamatot, de ezzel együtt azt gondolom, hogy jól állunk, és mindaz a beruházás, amiben belekezdtünk, mindaz a pályázat, ami folyamatban van, ezek szintén ugye felsorolásra kerültek sok helyen, azok el fognak készülni. A város gazdasága továbbra is stabil, ehhez az önkormányzat a segítséget meg tudja adni azzal. Amikor a 20-ba beszámoló készült, akkor arról írtam, hogy hamarosan el fog készülni a Nőtlen Tiszti Szálló helyén az az apartmanház, ahova majd vállalkozások küldhetnek lakókat. Elkészült. Folyamatosan tele van. Folyamatosan különféle vállalatok bérlik, plusz mellette még adtunk a kórháznak is lakásokat. Ezzel együtt ugye már megkezdtük a következő 15 lakásos háznak építésének az előkészítését, ami a piac tér mellett fog létrejönni. És ehhez, hogy a vállalkozások működjenek, szintén hozzátartozik az, hogy ami akkor még szintén csak úgy szerepel benne, hogy reményeink, hogy elkészült az ipari park, nem csak elkészült, hanem benépesült gyakorlatilag. Ezzel foglalkoztatást teremt, ezzel adóbevételeket teremt, amiből a város működni tud, és egyúttal azt is előrevetíti, hogy következőt kell már létesíteni. Akkor arról beszéltünk még, hogy a Délipari Parkból lehet, hogy ki kellene, a Nagyipari Park, ki kellene szállni, mert hát nem nagyon mozog. Örömmel mondom, hogy komoly befektető jelent meg, megvette a 4 hektáros területet, kifizette, a pénz megérkezett, és várhatóan hamarosan megkezdődik az építkezés, hiszen Magyarország egyik legnevesebb építész irodáját bízták meg a tervek készítésével, ami szintén foglalkoztatást fog újra jelenteni. Emellett arról is szólni kell, és az adóbevételeket említettem, hogy az adóbevételeink folyamatosan nőnek, ezért is természetes azonnal kritikával illetnék mindenkit, aki el akarja ezt tőlünk venni, mert ezért mi dolgoztunk meg. És szeretném idézni mindenkinek a miniszterelnök urat, aki 2012-ben, amikor a kórházakat államosították, akkor azt mondta, hogy az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a gazdaság élénkítése. És a gazdaság olyan helyzetbe hozása, hogy az segítse a települések életét. Megtettük. Akkor nem kellene elvenni tőlünk. Tehát azok az államtitkárok, miniszterek, akik ilyeneket mondják, olvassák először a miniszterelnöknek a beszédeit, és azt követően mondjanak ki. Bár ma a kormány szóvivőjét cáfolta, hogy ez még gondolatba se fordult elő, de azért vigyáznék le ezekkel a gondolatok, mert sokszor mondják, még valakiben megágyazódik. És az, hogy ennyi saját bevételünk van, azt tette lehetővé, hogy elindítottunk tudatosan egy nagy járda és útfelújítási programot a városba,
ami azt gondolom, hogy már mindenki számára látható, és ha még kapunk rá egy-két évet, vagy a következő testület kap rá időt, akkor végére fogunk érni a városnak. És a képviselő hölgyek, urak itt fognak állni, hogy de vajon mit mondjon a testület ülésen, hogy hol kéne utat meg járdát építeni, ugye egy legfontosabb kérdés mindig, hogy kinek a körzetébe épült több. Igyekszünk úgy nagyjából ezt egyensúlyba tartani. Amiről még mindenképp szólni szeretnék nagyon röviden, hogy továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az egyesületek, civil szervezetek támogatását. Ennek úgy gondolom meg tudtunk felelni, és mindenki működéséhez megfelelő forrásokat biztosítottunk. A testvérvárosi kapcsolataink továbbra is ugyanúgy működnek, mint korábban, meghatározó ebbe Künzesau és Marosévízzel való kapcsolatunk, és megindult egy kapcsolatépítés egy cseh város irányába, ami azt gondolom, hogy ősszel majd testület elé is kerülhet, ha eléri azt az állapotot. Az egyházakkal hasonlóan működünk, mint eddig a kölcsönös tiszteletadás mellett, és igyekszünk az egyházi törekvéseket és a lehetőségeink szerint támogatni. Hogy említettem, a falvak felé igyekszünk szolgáltatásokat nyújtani, és Marcelléva 35 éve folyamatosan működik a többcélú társulás, ami feladatokat lesz át a településektől, segít azok ellátásával. A megyei önkormányzattal kiegyensúlyozott kapcsolatunk volt, ami feltételezhetően a következő időszakban tovább fog javulni. Zárásként egy mondatot szeretnék elmondani. Azt mondtam az év elején, hogy úgy gondolom, hogy durván olyan 300 millió forinttal lehet átadni a város költségvetését. Ez így lesz. Tehát van több mint 300 millió forintunk, pillanatnyilag szabad pénz, ami körülbelül ugyanennyi lesz december végén is. Abból nyugodtan indulhat a következő év, és ezt hozzá kell tenni, hogy van még 200 millió forint olyan, ami kötött felhasználású, amit csak lakásokra vagy lakáshitel törlesztésre lehet fordítani, vagy közművek felújítására, vízcsatorna forrásra, de ezt külön kezeltük mindig, mert ezt külön kell kezelni, sosem éltük fel. Tehát én azt mondom, hogy összességében jó időszakot zártunk, jól működött a város, és működőképes lesz a jövőben is. Köszönöm a figyelmet. Van-e valakinek kérdése? Nem ragaszkodom hozzá. Aki elfogadja, kérdezem. Köszönöm. Egyhangú. Átadom az ülés vezetés. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, megállapítom, hogy a következő napirendi pont tárgyalásában és szavazásában polgármester úr nem vesz részt. A napirend a polgármester úrnak a munkáltatói jogokhoz kapcsolódó döntés, illetve a képviselőtestületnek a polgármester munkáltatói jogához kapcsolódó döntéseiről szól, mi két részből áll. Van egy olyan része, ami a 2019 és 2024 közötti telefonhasználatról szól, amiben azt tartalmazza, hogy ezt, ahogy eddig is, minden évben és minden ciklusban, ha az önkormányzat téríti meg, és ezt a telefonhasználatot a képviselőtestület a ciklus végéig biztosítja a polgármester úr részére. A másik nagyon fontos pont ebben az előterjesztésben az az, hogy a képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, tehát ő az, aki jogosult arra, hogy bármilyen juttatást a polgármester részére megállapítson. A közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály lehetőséget biztosít arra a képviselőtestületnek, hogy adott ciklusban, adott évhez kapcsolódóan meghatározott teljesítmény elérése esetén jutalmat állapíthasson meg a polgármesternek. Az előző előterjesztés összefoglalta a 2019-2024-ben elvégzett munkát, ami a város életében meghatározó volt, és a város működését és fejlesztését is tudta biztosítani. Ez az előterjesztés erre a 2019-2024-es időszakra szólt. Én azonban szeretném ezt legalább szóban kiegészíteni azzal, hogy az elmúlt 35 évben polgármester úr összesen egy alkalommal részesült jutalomban a képviselőtestület részéről, és nagyon szeretném azt kihangsúlyozni, hogy
ez is gyakorlatilag erőszak hatására volt, hiszen bármilyen olyan alkalommal, amikor ez felmerülhetett, és a város életében nagyon sok sikeres történetünk volt, a polgármester úr utasította vissza, hogy a jutalomban részesülhessen. Ez a jogszabály azt mondja, hogy az adott évben maximum 6 havi juttatás az, ami kifizethető, és abban az esetben, hogyha a polgármesteri tisztség megszűnik, akkor az évben az időarányos összeg az, ami kifizethető. Ezért én arra teszek javaslatot a képviselőtestületnek, hogy polgármester úr számára 4,5 havi jutalom kifizetését hagyja jóvá, ami az életményéhez kötődik. És az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján kérem a képviselőtestületet, hogy ezt fogadja el, figyelembe véve azt is, hogy ez a... Az előterjesztés 5 évről szól, viszont én azt gondolom, hogy mi most 35 évről szavazunk. Az előterjesztést megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kérem elnök úr véleményét. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester, a polgármester, címzetes főjegyzőasszony, kedves vendégeink. A bizottság megtárgyalta a polgármestert érintő egyes munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló előterjesztést. A bizottság egyhangulag elfogadta a határozati javaslat mindkét pontját, miszerint dr. Sütő László polgármester részére a 2019-24-es ciklusbeli munkája elismeréséként 4,5 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. A második pontban ezen kívül részére az elmúlt ciklusban biztosított telefon használatával kapcsolatban felmerült költségeket jóváhagyja, és részére azt a ciklus végéig biztosítja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Vélemény. Köszönöm. Akkor kérem szavazunk, aki az előterjesztés tartalmával egyetért, ezt kérem készfelemlésre jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan 10 szavazattal az előterjesztést elfogadta. Egyéb kérdés, interpelláció, vélemény a képviselőtestület részéről. Köszönöm szépen. Amennyiben nincsen, akkor a nyilvános testületi ülést bezárom, és megkérem akkor az itt mellettem helyet foglalókat, hogy fáradjunk át az másik oldalra, hiszen egy kis rövid, és azt hiszem, hogy át kell vennem a másik irányba. Amíg elkészül a mozi, tehát én azt gondolom, hogy 35 évet nem tudtunk összefoglalni, és nem is vártunk ilyen feladatra, hogy ezt összesűrítsük és bemutassuk, ezért egy nagyon rövid összefoglaló készült el, nagyon sok ember munkájával, az oroszlán részt Simon Józsi vállalta magára, aki összeszerkesztette ezt a filmet, és én mindenkit arra kérek, hogy ezt úgy tekintse, hogy tényleg egy szubjektív válogatás, és... ezek csak pillanatok. Tehát, hogyha 35 évet szerettünk volna összefoglalni, akkor az 35 évre lett volna szükségünk, mert ebben a városban mindig történt valami. Tehát ebben a városban mindig folyamatos volt a fejlődés, ebben a városban mindig működtek az intézmények, tehát minden egyes napot meg tudtunk volna ismételni, de ahhoz elég sokáig itt kellett volna ülnünk. Úgyhogy én azt szeretném kérni tőletek, hogy úgy tekintsetek erre a filmre, vagy önöktől, hogy úgy tekintsék ezt a filmet, hogy ezek csak felvillanások, és mindenkinek nagyon sok szép emlék fog előjönni belőle, bízunk benne. Úgyhogy kérem, hogy nézzétek meg ezt a rövid összefoglalót. Thank you.
azt hiszem, hogy könnyű azt belátni, hogy Laci minden kőhöz. Gyakorlatilag van valamilyen között, tehát ez a film is ezt bizonyította. Ami viszont mindenki számára nem derülhet ki, az az, hogy az a te telefonodnak a csengő hangjának a dallama is. És keveset szoktunk a szimbolikára adni, mert mindig azt csináltuk, hogy dolgoztunk, és mindig az volt, hogy ez menjen meg, az menjen, és minden történjen meg. De ez azt is jelenti, hogy nem véletlen volt a dalnak a választása egyrészt, tehát ezután is fog csörögni a telefonod, szerintem ezt bátran mondhatjuk. És a másik nagyon fontos szimbólum, amit szeretnénk átadni a képviselőtestület nevében, és itt szeretném megkérni Körösi Adás elnök urat, hogy segítsen nekem ebben, és a hölgyeket is. Egy festményt szeretnénk átadni még hozzá az irodádból. Bárhogy is vagy, akkor azért tudjad, hogy még dolgozni kell, és nekünk ugyanúgy szükség van rá. Amit 25 évet együtt dolgoztunk, és további jó erőt, egészséget kívánok. Köszönöm szépen. És ha már beszéltünk az intézményeinkről, akkor szeretném megkérni az intézmény képviselőjét, hogy fáradjon ki ő is. Menjünk közelebb. Nem jó a személyzeti politika. Intézményvezető társaim engem választottak, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem azt a sok-sok támogatást, amit fenntartóként, munkáltatónként és emberként nyújtottál számunkra. Köszönetünket szeretnénk kifejezni azért, mert lehetővé tetted, hogy szakmai és vezetői céljainkat megvalósíthassuk, segítettél, ha időnként hibáztunk, és velünk örültél, amikor sikereket értünk el. Eközben soha nem feledkeztél meg a város érdekeiről, annak gazdálkodási egyensúlyáról, a lakosság szükségleteiről. Ezekkel összhangban, bár néha számunkra kihívást jelentő, de többségében előnyös döntéseket hoztál, melyeket meggyőző módon tudtál velünk elfogadtatni. Munkakapcsolatunkat nem a számon kérés jellemezte, de mindig tájékozott voltál intézményeink szakmai munkájáról, és tudtuk, hogy bármilyen kérdésben fordulhatunk hozzád. Igyekeztünk a legtöbbet és a legjobbat kihozni intézményeink működéséből, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Köszönjük, hogy részesei lehettünk annak a nagyon nehéz, felelősségteljes és sikerekben gazdag útnak, melyet veled együtt járhattunk be. Köszönetünket egyedi emlékkel szeretnénk kifejezni. Fogadj szeretettel és emlékezz ránk jó szívvel. Köszönöm.
Most pedig engedjék meg, hogy először Künczelszau polgármester Stefán Neumannak a videózenetét nézzük, tekintsük meg. Hallo und herzlich willkommen zu einem Künzelsau-Spezial. Wir wollen heute einen Mann ehren und ihm danken, der seit 1992 mit Künzelsau verbunden ist, über unsere Städtepartnerschaft mit der Stadt Marzahn. Er selbst ist seit 1989 Bürgermeister der Stadt. Wir reden von Dr. Laszlo Schütte und uns verbindet unglaublich viel, viele Jahrzehnte des Wirkens für die Städtepartnerschaft und natürlich auch eine enge Verbundenheit und Freundschaft und auch im Namen meines Vorgängers Volker Lenz und ja, der Gemeinderäte seit 1989 oder besser seit 1992, denn da können wir uns wirklich sagen, wir herzlichen Dank für die Freundschaft, für die Verbundenheit, für die unglaublich vielen Treffen und den Austausch, denn der ist wichtig im europäischen Kontext. Und für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und dass diese enge Verbundenheit auch bleibt. Herzlichen Dank und alles Gute. De Künczelszauból személyesen is eljöttek hozzánk, és szeretném fölkérni Robert Volp urat, hogy tartsa meg kis beszédét. Azt mondta, 10 perc lesz, de szerintem azért nem. Ja, sehr geehrter Bürgermeister Dr. Laszlo Schütte, liebe Frau Schütte, meine sehr verehrten Damen und Herren vom Stadtparlament Marzahn, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und wie gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Sütő László polgármester úr, kedves Zsuzsa, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselő társaim, illetve a Marcali Városi Önkormányzat munkatársai, illetve tisztelt hölgyeim és uraim, a Künczelszau városának és Stefan Neumann, illetve Volker Lenz polgármester urak nevében szeretném a szívélyes üdvözletüket átadni. Ich muss das jetzt noch anfügen. Ja. Ich darf Ihnen natürlich jetzt persönlich von Bürgermeister Stefan Neumann und von Volker Lenz, sie hat das bereits gesagt, noch persönlich alle die herzlichsten Grüße überbringen. Leider sind Sie heute nicht hier, der eine aus dienstlichen Gründen, der andere aus gesundheitlichen Gründen. Aber trotzdem seien Sie von uns, unserer kleinen Abordnung aus Künzelsau, ganz herzlich gegrüßt. Jó, az elejét már lefordítottam az előbb, igen, picit siettem. Tehát a két polgármester úr most nem lehet jelen, az egyiknek hivatali elfoglaltsága van, a másik pedig egészségügyi okok miatt nincs itt, de akkor mi a kis künczelszaui párfős küldöttség nevében is nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Ich muss jetzt noch etwas einfügen. Uns, dieser kleine Delegation, war bis heute in den 33 Jahren keine Mühe und kein Weg zu weit von Künzelsau nach Marzahn. Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, hier an dieser festlichen Sitzung des Gemeinderats der Stadt Marzahn anlässlich des bevorstehenden Wechsels an der Verwaltungsspitze ein paar Worte des Dankes an Sie richten zu dürfen. Szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy a képviselőtestület ünnepi ülésén a bekövetkezendő közigazgatás élén lévő változás alkalmából a köszönet néhány szavát tolmácsoljam. Liebe László, seit nun mehr als 32 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Marzahn und Künzelsau. Und du warst von Anfang an bis heute der Initiator und Förderer der Partnerschaft. Viele Verbindungen wurden geknüpft, viele weitreichende Kontakte zur Industrie entstanden und viele Freundschaften sind entstanden und bestehen heute noch. Leider sind einige Verbindungen, die verheißungsvoll begonnen haben, nach kurzer Zeit wieder zu Ende gegangen.
Kedves László, több mint 32 éve létezik ez a testvérvárosi kapcsolat Marcell és Künczel-Szau között, és az elejétől fogva egy kezdeményező és támogatója voltál ennek a testvérvárosi kapcsolatnak. Sok kapcsolat kötődött, messze menő üzleti kapcsolatok keletkeztek az ipar területén, sok barátság szövődött, és ezek még most is élnek. Sajnos voltak olyan kapcsolatok, amik sokat ígértek az elején, de aztán rövid idő alatt befejeződtek. Trotzdem ist es für uns ein Geschenk, diese Partnerschaft in all den Jahren leben und erleben zu dürfen. Und du hast dazu einen ganz erheblichen und maßgebenden Anteil dazu beigetragen. Ennek ellenére ez számunkra egy ajándék, hogy ennek a testvérségi kapcsolatnak minden évét átélhettük, és ehhez te egy nagyon jelentős és mérvadó részben járultál hozzá. Am 9. Juni 2024 fanden, wie auch bei uns in Künzelsau, in Marzali Wahlen statt und du hast dich dafür entschieden, nach 35 Jahren ununterbrochener Amtszeit als Bürgermeister nicht mehr zu kandidieren und die Amtsgeschäfte in jüngere Hände zu geben. 2024. június 9-én nálunk is Künczel-Szauban, ugyanúgy, mint itt Marcelliba voltak a választások, és te úgy döntöttél, hogy 35 év megszakítás nélküli hivatali idő után, mint polgármester, már nem jelölteted magad, és a hivatali kötelességeidet a fiatalabbaknak adod át. Ich muss jetzt etwas einfügen. Auch ich habe mich am 9. Juni dafür entschieden, nach 46 Jahren auch in Rente zu gehen. Tehát ő is úgy döntött június 9-én, hogy 46 év képviselőség után nyugdíjba vonul. Lieber Balázs, zunächst herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl und wir alle in Künzelsau hoffen natürlich, dass auch für dich die Partnerschaft mit Künzelsau ein wichtiger Bestandteil deiner künftigen Amtsgeschäfte sein wird. Kedves Balázs, először is szívesen gratulálunk a polgármesteri történő megválasztásához, és mi Künczel-Szauba nagyon bízunk abban, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat a te hivatali munkásságod fontos része lesz majd. Lieber László, wir wünschen dir für den bevorstehenden Ruhestand viel Zeit, Dinge zu tun, die bisher nicht möglich waren. Genieße die Zeit mit deiner Familie und den Kindern und vielleicht auch Enkelkindern. Aber bitte tu eines nicht. Versuche nicht, den Haushalt und die Küche deiner Frau neu zu organisieren oder zu verändern. Das geht nicht gut. Geh dann lieber zu den Nachbarn und den Freunden und überwache, dass sie den Wein richtig ausbauen. Kedves László, az elkövetkezendő nyugdíjas éveidre nagyon sok időt kívánunk, hogy meg tud tenni azt, amire eddig nem volt lehetőséged. Élvezd az időt a családoddal, a gyerekeiddel, az unokáiddal, de egy dolgot ne tegyél, ne próbáld meg a háztartást és a feleséged konyháját újra szervezni vagy megváltoztatni, mert ez nem vezet jóra. Inkább menj át a szomszédba, a barátaidhoz, és felügyeljed, hogy jól művelik meg a szőlőt. Vergesse auch das Reisen nicht und schaue dir Dinge an, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind, solange du das noch selbst erledigen kannst. Gondolj az utazásokra is, és tekints meg olyan dolgokat, amire eddig rejtve voltak, amire eddig nem volt lehetőséged, addig, amíg ezt meg tudod tenni. Wir haben dir ein Buch, ein kleines Buch mitgebracht, damit, wenn du doch einmal keine Aufgaben zu erledigen hast, nachschauen kannst, was für schöne Momente und Erinnerungen die Partnerschaft dir gebracht hat. Hoztunk magunkkal egy kis könyvet, amivel most nincs feladatod, csak egyszerűen meg tudod nézni, hogy milyen szép pillanatok és emlékeket hozott ez a testvérvárosi kapcsolat. Natürlich besteht auch für uns der Wunsch,
dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, sondern auch in Zukunft den Kontakt zueinander aufrechthalten. Und so möchte ich dir noch einen Gutschein überreichen und dich und deine Frau im Namen der Stadt Künzelsau für ein paar schöne und erholsame Tage nach Künzelsau einladen. És természetesen megmarad az a kívánságunk, hogy ne veszítsük egymást szem elől a jövőben sem, és tartsuk továbbra is a kapcsolatot, és ezért szeretnék egy utalványt átadni számodra és a feleséget számodra Künzelsau városa nevében, vagy egy pár pihentető napot eltölthettek Künzelsauban. Nochmals herzlichen Dank für die langjährige, gute und freundschaftliche Zusammenarbeit und für all die schönen Momente und Begegnungen, die uns niemand mehr wegnehmen kann. Még egyszer nagyon köszönjük a sok éves baráti együttműködést, a munkádat, minden szép pillanatot és találkozót, amit tőlünk már senki nem vehet el. Genieße dein Leben und die bald neu gewonnene Freiheit, doch besonders wünschen wir im Namen aller Künzelsauer. Bleib gesund. Dankeschön. Köszönöm. Tehát élvezd az életet. Tehát élvezd az életet és a most következő szabadságodat, és leginkább azt kívánjuk minden Künzelsau nevében, hogy egészséges légy. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a köszöntéseket. Jól esett. Épp azon gondolkodtam, hogy 35 évvel ezelőtt a hölgyek valószínű az intézményvezetők között kisebbségben voltak. Megváltozott a világ. A hivatalban is, meg az intézményeknél is, de valószínű, hogy így van jól. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Balázs, visszaadom a szót. Aki részt vett a mai testületi ülésünkön, és szeretném meginvitálni önöket a szomszéd helységbe, ahol egy fogadáson lehet részt venni, ahol tudjunk folytatni a beszélgetéseket, emlékezéseket és a jövőbe tekintést, mert ez a város ugyanúgy nem fog megállni, és ugyanúgy részese leszel neki a továbbiakban is. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és megtisztelte a mai napot.